Mindebből következtessük, hogy a józan kifejlésre, megbírálásra, cselekvésre, az önismeretnek, a szó egész kiterjedésében használása az életben mindenek előtt szükséges. Erőltetés nélkül, és természetesen fog folyni ebből sok mindenféle hasznos. Például a kokáért. A régi nem jó, mivel régi, hanem jó és rossz is lett. Az új pedig nem rossz, mivel új, hanem jó és rossz is lehet. Ami magyar, mivel magyar, még nem helyes, hanem helyes és helytelen is lehet. És a külföldi nem megvetendő, mert külföldi, hanem megvetendő és elfogadható is lehet. A régi szokás sem nem jó azért, mert szokás. Sem nem tiszteletre méltó, mert régi, hanem éppen oly hiába valós erkölcstelen, mint szent és bölcs is lehet. Ezek által pedig szoros tudományi rendszerint haladván elő, sok régi mondás, mely szankcionálva lenni látszott, elbomlik, és örökre elnémul. Csak lássuk! Minden jobbítás és előmenetel ellen sokan legkisebb önismeret nélkül így kelnek ki. A nemzetiséget nem kell rontani, mi magyarok vagyunk. Ne utánozzuk a franciát, angolt, németet. Csak ne tegyünk semmit nemzeti szellemünk és sajátságunk ellen. Így módon a régi jóval, a régi rossz is örökkön örökké megmaradna. Az új jó pedig soha életre nem kaphatna. És ez kívánható. Óhajtható-e? Tagadhatatlan, hogy a szellem és sajátság minden nemzet legsarkalatosabb intézetire nézve szent, és annak megsemmisítése a nemzetiség halálát elmúlhatatlanul sietteti. De ha kislelkűleg, makacson, mindes javítást kirekezd, a legszebb, leghasznos, legszükséges előmenetelnek lesz gátja. Hiába valóságokon, és szemfényvesztéseken alakul, és annál veszedelmes, mennél erősebb beragaszkodik hozzá a sokaság. És ugyan mi az a nemzeti szellem, az a sajátság? Az már készen jön a világra, mint valamely állat? Egyszerre sül, mint a zsemje? Vagy pedig már érett korban kezd tüstént lehelni és élni, mint Pigmalion márványa? Avagy csak lassan ered, halkal nő, nevelkedik, s fejlődik ki? Ha az első igaz, akkor éppen oly igazán lehetne azt is állítani, hogy Amerikának s Új-Hollandiának, némely vad nemzetségi, az ő nemzeti szellemek és sajátságok elromlása nélkül általában semmiben sem mehetnek elő. Hanem már arra vannak kárhoztatva, hogy tulajdon állati vadságokban örökkön, örökké maradjanak meg. Egy magányos ember ugyan mikor végzi tanulásit, azaz öntökéletesítését? Akkor, mikor iskolából kilép? Mikor pappá vagy ügyvéddé lészen? Tán, mikor megházasodik? Vagy 30 esztendős korában? Vagy mikor? És így mely időpont az, midőn egy nemzet már oly magas lépcsőn áll, hogy legkisebb változtatás vagy újság a nemzeti lelket megrontaná? És mikor van az, midőn már annyira áll kifejtve, hogy a legkisebb előmenetel vagy javítás nemzeti zománcának kettétörése nélkül ne eszközöltethetnék? Már mi magyarok mikor voltunk oly igen érettek, hogy egy kissé még jobban megérnünk nem lehetett volna? Ugyan mikor? Szent László idejében? Vagy midőn Mátyás híres könyvtára még áll a Visegrád egész fényében? Vagy midőn az ország összes sereglet rendei Mária Terézia királyok védelmére igaz, magyar, szabad ember s hív jobbágy érzésével kardot rántottak,
S a sebes hírnél is elébb Berlinbe termett hős, Hadik és a többiek. Bármi édesen melegítse is ezek emlékezete lelkeinket, csak egy szebb jövendőnek maradnak szép előjelei, s villámcsillanatú jelenés, s állandóbb és szelidebb világosságot ígérnek. Haladjunk. Ám de térjünk a tárgyra. A kormány soha nem bírta fölfogni a magyar nemzet típusát. Ha ennie, innia van, s pihenhet, egy kis csendes háború hozzáadásával, hogy pénzecskéje is legyen, így gondolá, nincs baja többé. És igaz, ez felette sok földünknek váltig elég is. De a jobbféle magyar, és ez aztán hiba-e vagy nem, felfogástól, ízléstől függ, én nem tartom hibának, és minden esetre így van. Nincs kielégítve így egyszerű módon még neki, ha bár sejtetlenül, valamiféle szabadság, függetlenség, féle táplálék is kell, melyben nincs idegen keverék, mely minden beoltás nélkül saját nemzeti fáján érik csak, melynek ízét egyedül tiszta magyar élvezheti, s mit igazi mi voltában a legjobb, a legképesebb magyar is inkább csak érezhet, mintsem, hogy másokkal tökéletesen megértethetné. És e tekintetben, nékem legalább úgy látszik, még nemzetünk szép és dédős fejedelmei között is alig volt egy, tán a szentek, tán maga Korvin sem, ki idegen dajka, idegen nevelő, idegen útmutató és idegen tanácsunk használata mellett, mit nem bánhatni, sőt méltánylani kell, egyúttal idegen vért és kivált idegen nedvet nem iparkodott volna minden módon, s ekképp nem mindig célszerűen nemzeti, még igen gyenge és idomtalan elemünkbe vegyítni. Az elszigetelésnek barátja sem nyelvben, sem nemzeti állásban én éppen nem vagyok. Sőt, elhatározott ellene. Mert tulajdonképpi elszigetelés a világon nem létezik más, mint halál és koporsó. De azért, mert nem kedvelem, sőt, gyűlölöm azon megcsontosult szüzességi és egyéb gyümölcstelen állapotot, mely kivált sok tudós magyar vagy magyar tudós nézete szerint anyanyelvünk és nemzeti kifejlésünk tekintetében kaptáló volna használandó, azért nem átállom megvallani, még gyűlöletes, sőt, egyenesen émeigős előttem, oly típus nélküli kevert lét, melyben minden nemzeti zománc ketté tört. Van is fajtánknak nem egy magas felfogású barátja, ki számos hátramaradásunkra fátyolt vonván, teljes mértékben tudja méltánylani oly roppant nehézségek közt nemzeti zománcunk ketté nem tört voltát. Csakhogy. Ezen jó akaróink most egy idő óta, ha irántunk, nincsenek is elhidegülve még, mély szomorúsággal kezdik kísérni újabb idei mozgalmaink irányát. Mert, mint ők hiszik, felszínes éretlenséggel meg fogja rontani a jelen nemzedék az atyáinktól ránk szállott szabadsági hagyományt, melyet ezek oly mély bölcsességgel megóvni bírtanak, mintha a magyar vér csak szorongatások közt tudna résen állni és bölcsen cselekedni. Vidámabb napok folytában viszont álomba esnék, vagy elhagyná Ildom a őt. Itt azonban nagy fallácia lappang, és elődeink híre, mint én gondolom, jobbadán vitorlott. Már sok ízben érintém, hogy magyar lényegünket tekintve én ennek beljó létét ezerszer elébe teszem bármi kecsegtető külhírnek. És miután most is így gondolkozom, és bizonyosan így fogok gondolkozni végiglen, engem tulajdonképpen nem az epeszt. Noha ez is felette nagyon fáj, hogy most annyi őszinte barátunk fajtánk iránti jó véleményét veszteni kezdi. Hanem
azon meggyőződésé vált belátásom gyötri felette kínosan keblemet, hogy fajtánk, mi nemzeti és alkotmányos zománcunk megóvását és kifejtését illeti, sem azelőtt, sem most nem volt igazán lelkes embernek megbecsülő rokon szemvére érdemes. Nem volt így érzelem gerjeszthetésre a régieket illetőleg érdemes, pedig azért, és így felette nagy tévedésben vannak azok, kik elődöket annyira bámulják, és ekkorul nem misztifikáljuk magunk. Mert alkotmányos és nemzeti fennmaradásunkat bizony sem nagy eszünknek, sem kitűnő erényünknek nem köszönhetjük. De ennyi valóban meg nem érdemlett kegyért, melyet még élvezünk. Egyenesen szerencsés véletlennek és a nagy isteneknek vagyunk adósai. Midőn a mostaniak, azért nem érdemesek így méltányratra, mert a ránk hagyott, és most egy idő óta felüdülésnek induló olyannyira drága hagyományt jobban megbecsülni és okszerűben ápolni nem tudják. Apáink, mióta elhagyták, vagy velük hagyatták el a keletet, meg nem szűnő irigy fondolkodásunk közt fecsérlékel erejüket. Kitűnő férfiak és kivált csata edzett vitézek nagy hiával ugyan soha nem volt honunk, de oly polgári erény, mely hódító varázssal bírt, és az egész nemzeti testet áthatotta vala, bizony csak úgy jelenik meg nemzeti évrajzaink unalmas lapjain, mint szaporán elenyésző, fényes bolygó, hazai tenger, mocsárint mérget lehelő végnélkülisége fölött. Kortársaink és fiaink ellenben oly erőt fejtenek ki, mely ahelyett, hogy ellenéik előtt mutatkoznék félelmesnek, inkább a hazainkat süllyeszti mély aggodalmak közé, és mely sokak által az a mozgató pótlékhoz hasonlítatik, és azt hiszem nem éppen helytelenül, mely a gőz helyébe volna állítandó. De eddig elé még fel nem találtatok. Mert még puskapor, vagy tökéletes mozgatlanságban szunnyadoz, vagy szikrát kapva, lehető legkisebb ellenőrség nélkül, maga körül mindent ront. Vagy más szavakkal. A jelen nemzedéknek megbocsájthatatlan bűne az, melyért méltán megérdemli minden jobb ember neheztelését, ki szabad institúciók divatba hozataláért vív, hogy a százszort a jobb idő és kedvező körülmények dacára, mégis újra azon gyümölcstelen, kuruc szellemet buzgolkodik felébreszteni, melynek nem volt egyéb eredménye, mint az, hogy gyásznapokat hozott hazánkra, és századokra lökte vissza nemzetünk kifejlését.